drága barátaim! Ez itt a felvidéki valóság. Előttem biciklisek, gyalogos. Mögöttem egy traktor. Én személyautóval vagyok. Mindenki úgy próbál átkínlódni a Bátkai út lezáráson, ahogy tud. A helyzet ugyanaz, mint egy héttel ezelőtt. Egy kósza báger, egy kósza markológép dolgozik a Kanális híd aszfaltburkolatának a feltörésén. És ennyi az összes munka, amit itt az állam végez ezen a 4,5 kilométeres felszedett útszakaszon. A legutóbbi videómban egy aspektusára nem is gondoltam az útlezárásnak. Ez sem erről is szó. Nem csak időt jelent, nem csak kilométert jelent, jelentős anyagi terhet is jelent ez a kerülőút az itt élőknek. Hiszen egy oda-vissza Rimaszombati út alatt legalább 8,30 € többletköltség keletkezik az üzemanyagfogyasztás miatt minden egyes családnak, minden egyes utazónak, aki ezt megteszi. A kamionisták, az átmenő forgalom ezt kibírja. De hát a baraciak közül biztos vagyok benne, hogy sokan örülnek, hogy összetudtak spórolni egy Verdára, nem még fizetni mondjuk a napi ingázásba ezt a közel 10 eurós tételt. Nekik ezt ki fogja megtéríteni.